Emlékszel még arra, hogy hogyan indult a YouTube? Tulajdonképpen bárki, akinek volt egy béna webkamerája, leült a szobájába és felvett egy videót. Nagyon emberközeli volt, és körülbelül bárki, akinek volt egy webkamerája és egy-két mondatot el tudott mondani értelmesen vagy viccesen, az YouTuberré válhatott. És hol tartunk most? Hova fejlődött ez az egész? Ha ránézünk a világ egyik legnagyobb YouTuberének csatornájára, aki nem más, mint Mr. Beast, akkor láthatjuk, hogy egy hatalmas stáb dolgozik tévéseket megszégyenítő minőségben, és így jönnek Mr. Beast YouTube videói. De nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy hatalmas minőségbeli ugrást találjunk, ugyanis ha megnézzük Magyarországon például a Partizán csatornáját, ott is egy hatalmas stáb dolgozik a videók elkészítésén, szóval mondhatni már-már ilyen tévés szintre emelkedett a YouTube, és egyre nagyobb az igény a minőségre, és most már nem biztos, hogy egy krumpli webkamerával le tudsz ülni, és tudsz építeni egy YouTube csatornát, van pár minimum elvárás. És most tegyük félre azt, hogy bejönnek ilyen viccelek, Robi emberek, és konkrétan lenyúlják a külföldi tartalmakat, megcsinálják sokkal bénábban, vagy csak reakciózgatnak. Ezeket így söpörjük félre, mert nagy mértékben a YouTube fejlődik, a quality fejlődik, szóval ez egy tök jó dolog. És ez egy darabig tök jól is ment, aztán mi történt? Na mi történt? Tudod-e már? Megjelent a TikTok? Ez az! Fogta a TikTok és áthúzta ezt az egészet, és azt mondta, hogy ó, nem. Akkor amit itt eddig a YouTube-on felépítettünk, és online tartalomgyártásnak hívtuk, akkor azt most dobjuk ki a francba, és kezdjük a legelején. És bejött a TikTok, bejöttek a trendek, amik arról szólnak, hogy valaki csinál egy kreatív ötletet, és az egész világon mindenki lemásolja sokkal rosszabbul. Lásd, a magyar TikTokerek nagy része ezt csinálja, van egy külföldi felkapott videó, lefordítják, lemásolják kicsit szarabbul, és ott van, hogy követik őket mondjuk több százezren. Hát ez van. Kicsit a TikTok földbe tiporta azt a minőséget, amit eddig a YouTube épített, és most már újra egy krumpli androidos telefonnal be lehet szállni a versenybe, és emberek meg is teszik, és be is szállnak a versenyre, és ahol legjobban kicsúcsosodik ez az egész minőség romlás, az a TikTok élőadásoknál figyelhető meg, ahol kegyetlen mély, nem vágok be semmit ezekből, de biztos ti is találkoztatok már a részegen ordibálva éneklő emberekkel, az ideges, anyázós, öreg emberek, fiatal emberek, akárkik, a kegyetlen az NPC live-ok, akiket lehetne még említeni. Szóval, hogy kegyetlen az a minőség, amit a TikTok live-ok képviselnek, és nemrég volt egy videóm arról, hogy a TikTok szeretne egy picit YouTube lenni, biztos láttátok már, nagyjából ez annak a videónak a párja, és ugye az előző videóban mondtam, hogy a social media oldalak össze-vissza lopkodnak egymástól, és most a YouTube is beújított egy új dolgot, ez pedig nem más, mint az élő adások a shorts nézetbe. Az álló formátumú élő adások. Eddig ahhoz, hogy a YouTube-on labdába tudj rúgni élő adás tekintetében, szükséged volt egy OBS-re, tehát egy külső programra, illetve pici tudásra, hogy összehoz egy ilyen streamet. Mostanra viszont előcsapod a telefonod, és nyomhatod a részeg, táncolós TikTok élőadásokat, nyomhatod az NPC live-okat, anyázhatsz, nyomhatod ugyanazt, amit TikTokon, végre ezt vártuk, hogy az aljadék TikTok élőadások YouTube-on is elindulhassanak, és elindultak! És már láttam is ilyet egyébként. 400-an nézték. 400. Szóval, én nem örülök, de... tény, hogy ez egy tök jó lehetőség, hogyha az ember minőségien ki tudja használni. Én egyébként azt várnám, hogy egyszerre tudjak streamelni fekvő formátumban és álló formátumban, és valószínű meg fogok próbálkozni én is egyszer legalább az álló formátumú streamekkel. Kíváncsi vagyok, hogy mennyiben lesz ott más a közönség, mint a normál streameken. Egyébként, ha nem tudnád, szoktam normál streameket csinálni. Alapcsatorna tagsága, vissza tudod az összeset nézni, és ja, ott tök jó egyébként a közeg, tök normális, értelmes emberek vannak, úgyhogy meglátjuk, hogy a shortson milyen tapasztalatokat szerzek majd. Ti írjátok meg mindenképp kommentben a véleményetek, ahogy az előző TikTokos videó kapcsán is tök sokan megtettétek, és jó volt olvasgatni a véleményeket, hogy mit gondoltok erről a lépésről, hogy a YouTube, a TikTok
TikTokos, hát ilyen állóformátumos, TikTokos élő adásokat lenyúlta. Egyébként ezeket úgy éred el, hogy bemész a YouTube Shortsba, és hogyha megy a videó, megállítod, és ott lesz a kis élő fül, indítani pedig mobilról tudod, vagy pedig ugyanúgy gépen, ahogy eddig, csak átállítod állóformátumra a streamen, úgyhogy ja. Én ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, ciao.